Nem ígérkezett könnyűnek a szombathelyi lányok számára a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság alapszakaszának 9. fordulója. A szó esze vendége az az Uni Győr volt, amely a legutóbbi kiírást megnyerte. Igaz, Szabó László tanítványai játszottak már egy szoros meccset az idény során, de az esélyek a vendégek mellett szóltak. Már csak azért is, mert rövid volt a vasi kispad. Balogh Viktória hosszantartó sérüléséből még nem épült fel teljesen, így 7 mezőnyjátékos állt a szombathelyi vezetőedző rendelkezésére. Nagy meglepetésre a házigazda az első félidőben kiváló védekezéssel tartotta a lépést a komplett kerettel érkező Győr ellen. A vendégek jól őrizték néhány pontos előnyüket. A második félidőre viszont megtáltosodott a szó esze. Főként Plózer és Püspöki volt elemében, de Mezősi Anna is jól célzott távolról. A negyedik negyed derekán a vezetést is átvette a vasi alakulat. Az utolsó percekre aztán elfáradt a szombathelyi együttes, de a vezetőedző elégedett volt a látottakkal. Szeretünk volna természetesen nyerni, de a realitás azt mutatja, hogy azért a Győr egy jobb csapat, főleg így, hogy most nagyon foghíjasan voltunk Balogh Viktor sérülésével, gyakorlatilag csak 7 játékosunk állt a rendelkezésünkre, és igazából a magas poszton sokkal erősebb volt a Győr, de azt gondolom, hogy küzdéssel, hajtással, akarással, szívvel, lélekkel próbáltuk ezt pótolni. 37 percen keresztül sikerült, az utolsó 3 percben volt, amikor a Győr igazából átvette és magához vette a győzelmet. Mezősi Anna 18 pontjával a mezőny legeredményesebb kosarasa lett. A vesztes mérkőzést követően jól látta meg csapat a hiányosságait. Én személy szerint úgy éltem meg, hogy tényleg csapatként játszottunk és egymásért küzdöttünk, azonban az állóképességünk ezt mutatta, hogy az utolsó 3 percre sajnos az ellenfél felül tudott rajtunk kerekedni. A szombathelyi kosaroslányok a Győr elleni vereséget követően már a következő hetek sorsdöntő mérkőzéseire készülnek, hiszen továbbra is nagy versenyfutásban vannak a csapatok a rájátszást érő negyedik helyért.